A vírushelyzet alakulásáról és a közeljövőbeni lehetséges enyhítésekről kérdeztük Új-Buda polgármesterét László Imrét. Jelen pillanatban négy olyan megye van, ahol több a fertőzött beteg, mint a 11. kerületbe itt nálunk új Budán. Több mint 70 beteg pozitív vizsgálattal rendelkező betegünk van sajnos. A másik az már inkább örömi hír. Természetesen ö, mi is kacsingatunk felé, hogy ez a bizonyos részleges kiárási tilalom oldásra kerül, vagy bizonyos részei oldásra kerülnek. És a harmadik dolog, amit bevezetőben mindenképpen el kell mondanom, hogy őszintén remélem, hogy valamennyi új-budai az előző találkozásunk óta, események, gondok és problémák nélkül vészelte át ezt az időszakot. Mire számíthatunk, hogyha lesznek enyhítések, melyek lesznek azok a lépések, amiket így élvezhetünk már? Természetesen a kiárással kapcsolatos feltételek, vagy éppen korábbi szigorítások is liberalizálódnak, ami azt jelenti, hogy a különböző helyeket, régebben mindenki tudta nagyon jól azt az elmúlt hetekben, hogy a Margit szigetet például lezárták, nem lehet, vagy a hajógyári szigetre hasonlóképpen nem lehet kimenni. Ezek a területek oldásra kerülnek, tehát a parkok szabadon bejárhatókká válnak. De itt is rögtön hadd hívjam föl a figyelmet, hogy ez azt jelenti, hogy mi könnyebben és szabadabban mozoghatunk, kielégíthetjük a mozgásigényünket, a friss levegő iránti igényünket, ez jó. De amit én kérnék, és amit többen kérnek, azt a bizonyos távolságot, amit másfél két méterbe határoztak meg azt tartsuk be. A másik, amit hasonlóképpen kértek, hogy a szájmask ezeken a területeken is viseljük, hiszen ugye, így tudjuk, ha viselem a szájmaskot tisztelem az, aki velem szembe van, védem az ő egészségét, és hogyha ő is fölteszi a szájmaszkot, akkor ez azt jelenti, hogy ő is véd engem, tehát mindketten védjük egymást. Ön szerint mit fog jelenteni, hogyha tegyük fel jövő hétfőtől ö, enyhítések lesznek, és elkezdenek az emberek ö, munkába menni, ez új buda relációjában ö, mit jelenthet, mekkora forgalmat, mi a helyzet az óvodákkal, hogyan készült fel erre a kerület? Hát pontosan a mai vezetői értekezletünk keretében beszéltünk erről, hogy azok a feladatok, ami az óvodáknak a nyitásával idáig is működtek, hiszen nyolc óvodába volt ügyelet és két bölcsődébe, tehát nem lehet azt mondani, hogy a kerületbe a feltétlenül ilyen jellegű ellátásra szoruló szülők, azok, hogy mondjam, támogatás nélkül maradtak, akkor viszont valamennyi helyen nyitunk, Rögtön hadd tegyem hozzá, nem egészen zárójelbe, hogy ez attól függ, hogy a szerdai kormányülésen milyen döntés fog születni. Jelen pillanatban azt rebesgetik, és ettől függetlenül, hogy ez nem tény és nem kormányrendelet, tehát azt rebesgetik, hogy nyitnak, és mi ennek megfelelően készülünk arra, hogy valóban meg tudjuk nyitni az óvodákat és bölcsődéket, hogyha ez a döntés, ez a döntés hivatalos formába is meg fog születni. Tehát akkor összegezve, ö, amire készülhetünk, az az, hogy kimehetünk egy kicsit a szabadba, de fellélegezni és felszabadulni, az még egy kicsit korai lenne. Hát azért hadd tegyem hozzá, hogy még más is van azért a tarsolyban, ugyanúgy, mint ahogy a vidékiek, tehát Pest megye kivételével az ország. Bizonyos éttermek is meg fognak nyitni a nyílt színű, tehát nem a zárt tereikkel, és hát a kiszolgálását a vendégeknek megfelelő körülmények között, szabadtéri körülmények között tudják biztosítani. A másik lehetőség az, hogy nyilván az üzletek vonatkozásában is egy hasonló folyamat játszódik le. Nem kell feltétlenül, hogyha a cipőboltba akarok menni, vagy fehér nem szeretnék éppenséggel vásárolni, hogy én beüljek a kocsiba és elmenjek vidékre, mert ott igen, ott már nyitva van, de itt még a fővárosban nem. Tehát ugyanazok a folyamatok, ugyanazok a lépcsőfokok, ugyanaz az elővizjázatosság, ugyanaz a körülmény játszódik majd le lépésről lépésre, mint amit vidékiek esetében tapasztaltunk. Vigyázzunk egymásra, és ahogy tetszenek tudni, ahogy mindig tettük, a szájmaszkot, hogyha kimennek, ott, ahol emberek fordulnak elő, tessék föltenni. Köszönöm a figyelmüket!